Köszönjük Krisztiánnak. És akkor a második előadónkkal folytatjuk, aki Úr Balázs, és egy Firefox OS appot írt OpenStreetMap térképezéshez, és erről fog mindjárt beszélni. Sziasztok, Úr Balázs vagyok, és látjátok egy alapvetően a mai előadás lényege a Firefox OS alkalmazás lesz, és a OpenStreetMap az az OpenStreetMap csak egy eszköz ahhoz, hogy lássuk azt, hogy egyáltalán miért van szükség erre az alkalmazásra. Próbáltam keresni olyan témát, hogy mi legyen az alkalmazásnak a lényeg, és akkor találtam ezt az OpenStreetMapot, úgyhogy nagyon röviden először erről beszélnék, és utána térnék rá magára az előadásra. Ugye alapvetően az a lényeg, hogy van az OpenStreetMap, ami egy, azt lehetne mondani, hogy a térképes Wikipédia, tehát egy ilyen Wikipédia rendszerben üzemelő térkép, bárki bármit szerkeszt, azonnal megjelenik, és így a közösség szépen tudja építeni ezt az egész térképet, és nagyon nehéz új hozzájárulókat találni otthon, mert minden fel van térképezve, és itt jön a képbe az, hogy lehetőség van arra, hogy az épületeket 3D-be is meg lehessen jeleníteni a térképen, úgyhogy alapvetően erről fog röviden beszélni, és utána bemutatom, hogy miért kell ehhez egy alkalmazást készíteni, hogy miért nem lehet ezt más módszerrel megoldani. Hoztam néhány képernyőképet, tehát ez így néz ki. Ezek a butább képek, van olyan kép is, ahol Budapesten a parlament előtt, ami 3D-be kiemelkedik a térképről, folyik a Duna. Tehát rendesen lehet látni, hogy folyik a térképen a Duna, az mondjuk a butább változat. Néhány tulajdonság, amit az épületeknél meg lehet adni. Ugye egy épületnek van neve, címe, típusa, ezek gyakorlatilag így ilyen egyértelmű dolgok, ezeket viszonylag könnyen fel lehet jegyezni, akár még papíron is. Ezek a linkek, amik itt vannak a prezentációban, ezeken bőven bele van írva, hogy pontosan hogy és mit kell megadni, most ezekre nem térnék ki. Viszont van olyan lehetőség is, hogy egy épületnek egy épület több részből is állhat. Gondoljunk például egy templomra, amikor van egy valami kis épület, amiből áll ki egy nagy torony. És a toronynak teljesen más paraméterei vannak, mint magának a többi épületnek, tehát meg lehet különböztetni az épületekben épület részeket is. Az épület részek ugyanúgy viselkednek, mint maga az épület, ugyanolyan paramétereket lehet adni mindegyiknek. Meg lehet adni az épületnek a magasságát többféleképpen, az egyik a szintek száma. Az itteni példán az látszik, hogy hogyan számolódik, ami a föld alatt van, az nem látszik, tehát az valószínűleg nem tudjuk majd felmérni, de a föld fölött lévő szinteket, illetve a tetőnek a magasságát szintekbe, azt mindenképpen ránézésre meg lehet állapítani. Van egy ilyen állatorvosi ló, amikor nem minden része a föld szinten kezdődik, van egy ilyen kiemelkedő rész, itt is meg lehet adni a paraméterezést. Érdekesség az, hogy a szintek mellett támogatja azt is, hogy meg lehet adni a magasságot mondjuk méterben. Ez azért lehet fontos, mert nem minden szint ugyanolyan magas, illetve vannak olyan szintek, ahol a belmagasság jóval nagyobb, mint egy átlagos szintnél. Tehát ilyen 4-5 méteres belmagasság is előfordulhatnak bizonyos helyeken, de van, ahol csak ilyen normál, mondjuk 3 méteres egy szint. Jó magasságát azt az épület legmagasabb pontjára kell megadni, a tetején lévő egyéb berendezéseket nem számítanak bele. Hát ezt körülbelül lehet satszolni, tehát mondjuk egy emeletet én 3 méterre szoktam besatszolni egy normál házra, hogyha nem ház, hanem irodaháza, van esetleg magasabb ilyen konferenciatermek vannak, az pedig úgy is látszik kívülről, hogyha ott eltérő méretek vannak.
az épület teteje. Na, ez viszont már egy olyan dolog, amit papíron nem olyan egyszerű lejegyzetelni, hogy néz ki, ez már sokkal egyszerűbb volna valami alkalmazásuk volna rá. Maga a rendszer ennyiféle tetőt tud megkülönböztetni, hogyha erre írok egy alkalmazást, akkor csak egyszer megnézem a kijelzőmet, és kiválasztom azt a tetőt, amit leginkább illik arra, amit a szem előtt látok. Tehát ez már indokolja a alkalmazás készítését. Ráadásul ezeknek még rengeteg paramétert meg lehet adni. Úgy az alapot láttuk az előbb, a tájolása. A tájolása azt jelenti, hogy az épület hosszabbik oldalára a tető párhuzamosan, vagy merőlegesen van. Meg lehet adni a tetőnek a magasságát, a nyílási szögét. Ugye vannak ilyen hétvégi házak, amelyek nagyon szűken nyílik a teteje. Szintén a szintek száma, hogyha esetleg ez egy ilyen beépített tető, tehát lehet bőven paraméterezni. Anyagokat meg lehet adni, ez szintén a háromdimenziós megjelenítésnél számít. Vannak olyan megjelenítők, amik rendesen feltextúrázzák ezzel akár az épületeket, tehát nem mindegy, hogy például egy tető az most cserép vagy pala, mert úgy fog megjelenni majd a kimeneten. Itt néhányat felsoroltam, azokban a linkeken még kb. Háromszor ennyi van, olyan is, amiket én is csak idéztem, hogy tényleg ilyen tető is létezik, mert magamtól nem jöttem volna rá. Meg lehet adni az épületnek az anyagát, és meg lehet adni a tetőnek is az anyagát. Színeket meg lehet adni ilyen részletezéssel, tehát be lehet állítani, hogy az épület mondjuk akár centiméterenként különféle színeket lehet megadni. Hát ez már kicsit talán túlmutat az alkalmazás, mert csak egy érdekességként tartom, hogy ha valaki nagyon precíz szeretne lenni, akkor erre is van lehetősége. Na, tehát ennyi paramétert kéne nagyjából rögzíteni, amikor ott állok az épületnél, és ez személyes tapasztalat is, hogy amikor valakinek a házát nézem és jegyzetelek, akkor gyakran megszólítanak, hogy én mit csinálok ott és mit keresek. Van erről néhány ilyen jó történet, amikor valaki megkérdezte, hogy mit csinálok, mondom, hogy házszámot keresek, és akkor kérdezte, hogy melyiket, meg rávágtam az összeset. Furcsán nézett rám, hogy most akkor ezt hogy gondolom. Na, tehát hogyha ezt mind szeretném így rögzíteni, akkor ez így esélytelen lenne papíron. Innen jött az ötlet, hogy akkor kéne rá csinálni egy alkalmazást, és itt jön a képben maga a Firefox, illetve a Firefox OS, hogy gyakorlatilag ez az a rendszer, ahol szerintem ezt a legkönnyebb kivitelezni, ugyanis ha mondjuk a fejlesztőkörnyezet azt nézve, hogy mi az a minimális fejlesztő környezet, amivel ez kivitelezhető, akkor egy alaptelepítésű Windows XP-vel ezt meg lehet csinálni. Tehát gyakorlatilag kell hozzá egy forráskód szerkesztő, mondjuk egy jegyzettöm, és kell hozzá egy zip tömörítő. Ezek mind-mind vannak alapból beépítve, persze vannak erre jobb eszközök is, de ez mondjuk így a véglet, hogy tényleg szinte semmi nem kell ahhoz, hogy egy ilyet tudjunk fejleszteni. Na most ugye ez egy mobiltelefonos alkalmazás, tehát át kell gondolni nagyon a fejlesztés menetét, hogy egyáltalán hogy nézzen ki ez a felület. Ami fontos, hogy teljesen más logikát igényel, mint hogyha nem mobilos alkalmazást csinálnánk. Tehát például nincs egér. Nem tudok pontos mozgásokat csinálni, az ujjammal kell eltalálni azokat a részeket, amit meg szeretnék nyomni a kijelzőn. Tehát nem lehet túl kicsi ikonokat használni. Felejtsük el az olyanokat, hogy például szoktak ilyeneket írni, hogy a továbblépéshez kattintson ide. És az ide, az a link. Na most mobilon az ilyet megnyomni azért az nem olyan egyszerű, tehát figyelni kell arra, hogy lehetőleg ez felhasználóbarát legyen. Illetve gépelés. Az mobilon nem annyira triviális, amikor van egy kis kijelző, és hát most nem ezekre a nagy tepsi telefonokra gondolok, hanem tényleg amire a Firefox OS készült, ilyen 320x480-as felbontásoknál azért nem olyan egyszerű a virtuális billentyűzetnek a használata, úgyhogy lehetőleg ezt minimalizálni kellene a gépelést, illetve ha már csinálunk egy ilyen alkalmazást, akkor jó lenne, hogy ez keresztplatformos lenne. Igazából ez a Firefox OS-re írt alkalmazás, ez gyakorlatilag nem Firefox OS-re írjuk, hanem Mozilla böngészőre írjuk, tehát ahol egy Mozilla böngésző elérhető, legyen az bármilyen rendszer, oda ezt az alkalmazást lehet telepíteni, és akár Androidon is lehet használni. Fontos az, hogy ne kelljen hozzá internet kapcsolat, ugyanis aki Firefox OS-es telefonok vesz, az nem biztos, hogy előfizet a netre, ugye ez egy alsó kategóriás telefon, tehát jellemző az, hogy itt nincsen
mobilnet, tehát az alkalmazásnak mindenképpen működnie kell internet kapcsolat nélkül, és majd ott van a wifivel, utána föl lehet ezeket az adatokat tölteni. Csináltam néhány látványtervet, ezeket sima rajzprogrammal készítettem, tehát ezek nem képernyőképek, hanem látványtervek, és próbáltam úgy kitalálni az alkalmazásnak a felépítését, hogy univerzális legyen, tehát ez az OpenStreetMap-os adatgyűjtés, ez csak egy ötlet, ami alapján az alkalmazást csináltam, de ha valaki szeretne bármi más gyűjteni, akkor nagyon egyszerűen át lehet alakítani az alkalmazást, hiszen akármit gyűjtünk, az igazából ezt a felépítést követi. Az első oldalon meg lehet adni az épületről, vagy bármiről, amiről adatot szeretnénk gyűjteni, fő paramétereket, ami ilyen rájellemző, és ez igazából őt azonosítja. És hogyha megvan, tehát azonosítottam magát az objektumot, legyen akkor ez bármilyen objektum, utána lehet a részleteket testre szabni. Itt ebben a példában azokat a tulajdonságokat lehet megadni, amiket az előbb mutattam. Tehát most itt például az épület típusa, szintek, anyag, stb. Ezt úgy képzeltem el az alkalmazást, hogy egy ilyen több szintű listaként viselkednek. Az első szinten ki tudom választani azt, hogy mit szeretnék beállítani. Tehát például mondjuk rámegyek arra, hogy épület típusa, akkor bejön egy másik képernyő, ahol pedig ki tudom választani ennek a kulcsnak végül is az értékeit. Tehát igazából itt ilyen kulcsértékpárok vannak, és mindegyikhez terveztem egy ilyen kis súgógombot, hogyha esetleg nem volna egyértelmű, hogy pontosan az mi, amit gyűjteni kell, akkor egy ilyen kis leírást hozzá lehessen tenni. Tehát például, ha valaki nem tudja, hogy az a vakolat, az mi az, hogy az épületenek a vakolat, akkor tudok neki mutatni egy képet, hogy így néz ki egy vakolt épület, és egy kis leírást hozzá. Ez most ilyen móricka példa, de hogyha ezt általánosítjuk valami más adatgyűjtő programra, ahol tényleg olyan objektumokat kell gyűjteni, ami nem biztos, hogy egyértelmű bárkinek, akkor ez nagyon jó, hogyha van egy ilyen súgó lehetőség. Illetve fönt ott az alkalmazás fejlécében van egy kicsit vastagabb kérdőjel más színnel, ott magáról a kategóriáról jelenik majd meg súgó, az egyes menüpontokban pedig konkrétan arról a menüpontról jelenik meg súgó, hogy az hogy kell értelmezni és hogy működik. Most van egy weboldal, ez a buildingfirefoxos.com, és itt le lehet tölteni egy olyan kis tömörített fájlt, ami gyakorlatilag elvégzi helyettünk a fejlesztésnek a nagy részét. A design körülbelül meg is csinálja helyettük, hogy ott van. Tehát ezt így készen le lehet tölteni, annyi a dolgunk, hogy össze kell legúzni magát az alkalmazást, és hoztam egy élő példát. Jó, tehát letöltöttem ezt a zipet erről az oldalról, és ez nagyjából így bemutatja az összes lehetőséget. Kicsit átváltok a mobil nézetre, hogy nagyjából lássuk, ez a telefonon hogy fog megjelenni. Igazából a főbb alkotó részeket lehet itt látni, amivel egy alkalmazás felépülhet. Most nekem igazából csak a listákra és a beviteli mezőkre van szükségem, de itt mindenre lehet látni egy-egy példát, úgyhogy csak a fontosabbakat mutatnám meg. Eleve maga ez az átmenet, ez is a rendszernek a része, tehát ezt a demót is ezzel csinálták, úgyhogy innen csak ki kell szedegetni ezeket a dolgokat. Többféle lista is létezik, ugye van olyan lista, amelyik csak egy elemet tartalmazhat, valamelyikhez lehet tenni alternatív szöveget, lehet hozzátenni képet, le lehet tiltani ikont az elejére, ikont a végére, úgyhogy igazából amilyen alkalmazásra szükségünk van, itt nagyjából mindent meg fogunk találni. Itt
bevételi mezőkre is van több példa, tehát itt ki tudjuk választani azt, hogy melyik az, ami az alkalmazásunkhoz a legjobban illeszkedik, és akkor nem kell azon gondolkodni, hogy most hogy fog kinézni, mitől lesz szép, hogyan fog illeszkedni a többi alkalmazáshoz. Azért ez is egy fontos szempont, hogy aki használ valamilyen rendszert, az azért elvárja azt, hogy az általa ismeretlen alkalmazás is lehet, hogy úgy nézzen ki, mint azok az alkalmazások, amiket ő megszokott, és ne kelljen teljesen új világot megtanulnia. Én sem szeretem azt, amikor mondjuk olyan programot kell használni, ami úgy néz ki, mint mondjuk ha Macintoson dolgoznék, mert a készítője azt használja, és úgy alakította ki az alkalmazást, hogy neki jó legyen. Ez viszont kifejezetten a Firefox OS-hez kapcsolódik. Na most, ha valaki nem ragaszkodik ehhez a hívjuk keretrendszernek, ehhez a keretrendszerhez, akkor van még emellett más is, amiket most nem hoztam el, de többféle is létezik. Tehát ez a Building Firefox OS.com-ról letölthető keretrendszer, ez pontosan olyan alkalmazásokat fog készíteni majd kinézetre, mint amilyen a telefonon is van natívan, és így sokkal jobban illeszkedik magához a rendszerhez. Most akkor itt meg lehet nézni gyakorlatilag minden komponensét a rendszernek, úgyhogy aki szeretne ezzel foglalkozni, akkor csak le kell tölteni ezt a zipet, kibontja, van benne egy index.html, el kell indítani, és már is látszódik ez a dolog. Úgyhogy igazából ennyit szerettem volna mutatni. Még egy slide lenne a diasoron, ahol linkeket sorolok fel, de majd a diák úgyis gondolom letölthetők lesznek, és akkor azt meg tudjátok majd nézni. Van esetleg valami kérdés? Igen, az volt a kérdés, hogy mi az alkalmazásnak a jelenlegi állapota. Az alkalmazás jelenlegi állapota az nagyjából az, hogy ezzel a keretrendszerrel elkészült a látványtervek alapján a felépítése, és minimális programozás is készült hozzá, tehát nagyjából a kulcsértékpárokat össze tudom rakni, de még csak az alkalmazáson belül, tehát még annyit kéne hozzá csinálni, hogy azt valahogy le lehessen tölteni róla, vagy valahol feltölteni. Tehát jelenleg még csak debugolva félek hozzá az adatokhoz, de ez mondjuk egy fél nap alatt készült el, tehát nagyon sok időm nem volt vele foglalkozni, nagyon gyorsan lehet vele haladni. Tehát hogyha rászállok mondjuk egy napot, akkor tökéletesen meg lehet csinálni egy ilyen alkalmazást minden teszteléssel, akármivel együtt. Igen, az volt a kérdés, hogy ugye az épületeken kívül egyéb dolgoknak is lehet a paraméterét megadni, például utakat, sávokat beállítani, kerékpárút, milyen anyaga van, mennyire görönyös, stb. És hogy az alkalmazás erre használható lenne. Igen, használható erre az alkalmazás. Úgy építettem fel, hogy egy sima egyszerű JSON objektumban van benne, hogy mik a fő kategóriák, mik az alkategóriák, mik a hozzátartozó választási lehetőségek. Ezt egyszerűen le kell cserélni, ezt az egy fájlt, és már is lehet vele bármit mérni. Tehát lehet utakat mérni, lehet lepkét gyűjteni, lehet bármit, tehát tényleg bármit lehet, amit le lehet egyszerűsíteni úgy, hogy kulcsértékpárokat gyűjtünk. Tehát van valamilyen tulajdonság, ami fölvesz egy értéket, és hogyha nagyon szigorúan nézzük, akkor az összes objektum így működik, hogy kulcsértékpárok vannak. Tehát igen, ez egy univerzális alkalmazás, aki szeretné átalakítani, átalakíthatja. Ha kész leszek vele, akkor GitHub-on elérhető lesz, és akkor bárki azt csinál, amit akar.
Jó, ha nincs több kérdés, akkor köszönöm szépen a figyelmet.